Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! 150 éve adták át a legendás vasúti vonalat. Pálné Oswald Éva gyöngyfűző tábora felnőtteknek már 35. táborra készül a POÉ. Falunapot rendeztek Kaposszegcsőn, harmadik Cycle Kart futam. Anna napi búcsú Dombóvár szőlőhegyen Vastag Csaba koncerttel zárult a családi nap. Százötven éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal. A jubileum alkalmából nagyszabású ünnepség sorozatot rendez a MÁV Dombóváron és ott, ahol a Nosztalgia vonat állomáshoz érkezik. Szombaton az emlékvonat számos településen megállt, ahol ünnepélyes keretek között fogadták a vonatot zenével és énekkarral, emléktáblaavatással és egyéb programokkal. Dombóvár alsómások várták a Nosztalgia vonatot, hogy egy alapos kívülbelül megtekintés, valamint egy ünnepi megemlékezés után felszállhassanak rá, és elutaznak Bátaszékre, a 150 éves jubileum másik fontos helyszínére. Vasutas nyugdíjas vagyok, úgyhogy kötelezőnek éreztem, hogy lehőjek azt az unoka. Itt van nálunk, és a kölyi szeretné megnézni a gőzmozdonyt, meg a szerelvényt, úgyhogy utazni nem utazunk vele, de legalább megnézzük, hogy működik, meg hogy néz ki. Én a MÁV-nál dolgoztam 43 évet, úgyhogy gyakorlatilag elég sok közöm van a vasúthoz, elég sok területet bejártam, és nagyon sok ilyen nosztalgia vonatos utat is szerveztem, amikor évfordulók voltak. A Völgységet átszelő 50-es számú Dombóvár-Bátaszék vasútvonalat 1873. július 20-án adták át az utazó közönségnek. Ebből a jeles alkalomból a MÁV jubileumi emlékvonatot indított. A 150 évnek nagy a jelentősége. Két hete volt ennek az első állomás, amikor vasutasnap volt Dombóváron, egy helyi juliális. Ez annál is inkább tekinthető kuriózumnak, hisz az országban 4 helyen volt csupán ilyen rendezvény, Budapesten, Szolnokon, Nyíregyházán és Dombóváron. A következő rendezvény a mai alkalom, amikor egy retro hétvégét tartunk Dombóvár-Bátaszék között, szombat, vasárnap régi típusú mozdonyok, szerelvények közlekednek, és ennek a legfényesebb égköve, gyöngyszeme, itt a mellettünk látható 424-es gőzmozdonnyal továbbított retro szerelvény, felújított 100 éves kocsikkal, és mögöttem van egy motorkocsi, ami szintén ezen a vonalon közlekedett, ez is szintén 100 évesnél magasabb életkorral rendelkezik. 150 évvel ezelőtt még gépjármű közlekedésről nem beszélhetünk, közutak is inkább földutak voltak, az embereknek a mozgása az lényegében gyalog történt, lóháton, lovaskocsival vagy ökrös szekéren, a záruk élő állatoknak a továbbítása is lábahajtással történt, tehát nem volt semmiféle fuvarozási lehetőség, és 150 évvel ezelőtt, amikor megjelent itt a vasút. Egyébként ez a Dombóvár-Bátaszéki vasútvonal Tolna vármegye első vasútja is egyben. Tehát amikor ez megjelent, akkor kitágult a világ. Bátaszék Dombováron át Kaposvár, Gyékényes, Nagykanizsa felé el lehetett jutni akár a fővárosba, akár Bécsbe, akár az Adriai tengerbe, tengerhez Fiume településre, városába, és ezáltal a kereskedelem az meg tudta élénkíteni az itteni életet. Tehát ez egy óriási nagy lehetőség volt az itt élők számára. 150 évvel ezelőtt Dombóváron egyébként nem élt 3000 lakos, ők is zömében mezőgazdasággal foglalkoztak. Akkor, amikor kezdték a vasutat építeni, ennek volt köszönhető, hogy itt robbanásszerűen egy hatalmas fejlődés indult meg Dombóváron és a térségbe. És hát ugye tudjuk, hogy jelenleg Dombóvár egy 20 000-es város, 1970-ben kapott városi rangot, és ez mindenképp annak köszönhet, hogy a vasút az ide került Dombóvárra. Ha fut a hónat, repíti az utasokat, ha helytek megy a kerekek, es tudják, segítsetek. Budapesten van ennek a gőzmozdonynak a szálláshelye, a vasúttörténeti parkban, a vasúti kocsik is ott vannak, és onnét került ide a tegnapi este folyamán. Ez 9 óra 8 perckor fog indulni Bátaszék állomásra. Útközben meg fogunk állni Szalatnokon, Málszászváron,
Nagymányokon, Hidasbonyhádon, Cikon, és hát természetesen a végállomáson Bátaszéken. Itt mindenhol emléktáblavatás, beszédek, valahol falunap lesz, tehát nagy ünnepség lesz a vasutasság, illetőleg az itt élők számára. És hát a rendezvény sorozatunk itt még nem ér véget, körülbelül 2, illetőleg 3 hét múlva még lesz egy fejezet, ami lényegében egy csúcspontja lesz ennek a 150 évnek. Dombóvár vasutasság számára sikerült egy jelképet szereznünk, az is egy kis gőzmozdony, csak nem ekkora, hanem kisebb. Ez a gőzmozdony ez a héten tegnap előtt 8 óra 45 perckor érkezett meg Budapestről Dombóvárra. Ez a kis gőzmozdony a dombováriak Mukinak hívták, ez a fatelítő telepen dolgozott 1915-től az 1990-es évekig. Akkor a fatelítő bezárt, a gőzmozdony, a Muki elkerült Budapestre, és ezt a Budapestről, ezt a gőzmozdonyt hoztuk vissza. Közlekedési Múzeum tulajdona, de természetesen partnerek voltak abban, hogy visszakapja Dombóvár városa ezt a járművet. Ez lesz a nagyállomás melletti vasúti múzeum megálló udvarán felállítva, és hát ott egy újabb ünnepség fog történni, és hát ott is várunk mindenkit már most nagy szeretettel. A különleges szerelvényt a MÁV Nosztalgia Flottája alkotja, élén a 424-es gőzmozdonnyal. Az emlékvonat számos településen megállt, ahol ünnepélyes keretek között fogadták a vonatot zenével és énekkarral, emléktábla avatással és egyéb programokkal. Pálné Osvald Éva, azaz Poé 2008 nyarán kezdett gyöngyfűzéssel foglalkozni, majd rövidesen Dombóvár városában gyöngytanodát hozott létre. A gyöngyfűzés iránti szeretete mára már nyári táborok szervezésévé is alakult. Az idei év jubileumi évnek számít, ugyanis már 10. éve szervezi meg táborait felnőtteknek, ahol a népi gallérokat készíthetnek a résztvevők. Pálné Osvald Éva, művész nevén Poé, közel 15 éve kezdett el gyöngyfűzéssel foglalkozni Dombóváron. A népi ipjárművészet iránti szeretete hobbiból nőtte ki magát, melyet szeretett volna minél több embernek átadni, így kezdett bele a felnőtteket célzó táborok szervezésébe. Nagyon véletlenül, igazából én egész életemben, tehát kisgyerekkorom óta otthon is láttam mondjuk a valamilyen kézi munkát, anyukám is, apukám is elég sok mindent készített, és én is megtanultam nagyon hamar mindenféle hímzést, vagy horgolást, vagy kötést, vagy ilyesmit, sőt apukámtól szalmafonást is tanultam. Aztán ez valahogy abban maradt, amikor lettek a gyerekek, és akkor egyre kevésbé volt ez a dolog, ami az életemet kitöltötte volna. De aztán, amikor a gyerekek már nagyobbak lettek, és iskolába kerültek, akkor ugyanúgy előjött, hogy elkezdtem hímezni, gobleneztem nagyon sokáig, vagy horgoltam, és akkor már elég idős koromban jött ez a gyöngy igazából, mert én gyerekkoromban nem láttam gyöngyfűzést, mint olyat. Gyöngyhímzést láttam, mivel én atalai lány vagyok, és a Atalában gyöngyös főkötőjük van az asszonyoknak, tehát azt láttam én is, sőt én is vartam gyöngyöt, de fűzni soha nem fűztem, tehát nem tudtam, hogy mi az a gyöngyfűzés, mert ott nem használnak ilyet, csak a főkötőjük az. És aztán már 48 éves voltam, amikor egy véletlen során, amikor az én legidősebb lányom egy eseményre ment volna, akkor azt mondta, hogy anyu, te ugyan ügyes vagy, én találtam egy fajta ékszert, amit szeretnék fölvenni a ruhámhoz, de hogy nem találok ilyet sehol, ezért te majd biztos meg tudod csinálni. És akkor hát abban az időszakban még nem nagyon volt internet sem, ezért nehéz volt, tehát a könyvtárba mentem könyvet nézni, hogy egyáltalán hogy kell gyöngyöt fűzni, és nem nagyon találtam. Tehát igazából nem nagyon vannak leírások ilyesmiről, és könyvünk sincs, tehát a mai napig nincs igazi szakkönyv ezen a területen, tehát ezen a népi mesterségnek egy kicsit most a gyerek, mert hogy nincs írott anyaga igazából. És akkor kezdtem utána kutatni, közben az iskolában a szülőkkel mi
egy ilyen kis kreatív klubot csináltunk, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Igazából mindenki más csinálta először, tehát mindig valamilyen kézimunkával foglalkoztunk, csak mindenki mást készített. És akkor én elkezdtem ugye a gyöngyfűzést tanulni, vagy egyáltalán próbáltam, hogy hogy lehetne ebből egy ékszert csinálni. És aztán a többiek is azt mondták, hogy na, akkor, hogyha te tanulsz, akkor mi is. És így jött igazából, és akkor megmaradt ez a dolog, mert azóta mást igazából nem csinálok. A gyöngyfűzés nagyon kreatív és viszonylag könnyen elérhető hobbi, hiszen az alapanyagokat könnyen be lehet szerezni, nem igényel különleges eszközöket. Hát itt Dombóváron nem nagyon van ilyesmi, inkább vagy az interneten, vagy Budapesten, vagy most már azért nagyon sok ismerős boltos is van, aki foglalkozik gyöngyökkel. De mivel én aztán a népi gyöngyfűzés felé kanyarodtam egy kicsit, ott azért megvan, hogy milyen fajta gyöngyöket használunk, tehát hogy csekás a gyöngyöket használunk, csak többféle méretvel vannak persze azok is, és azokat csak pár helyen lehet megkapni itt az országban. Úgyhogy inkább internetről, aztán nem kell, hogy egy speciális tű kell hozzá, ami ugye a vékony gyöngy átmenjen a tűnek, vagy a gyöngynek a lukán, aztán bőrvaró cérna, és igazából másra nincs is szükség ehhez a mesterséghez. Ezért nagyon jó, mert nagyon kevés az anyag szükséglete, amit kell. Poé különleges, modern és népi ékszereket is egyaránt készít, melyek készítésének technikáival táboraiban megismerkedhetnek az érdeklődők. Mint mondtam, én népi iparművész vagyok, és így ezért a hozzám legközelebb állnak a népi ékszerek, azon belül is a sárköz van ugye nagyon közel hozzánk. Itt a hátam mögött majd lehet látni, illetve mellettünk egy sárközi ékszert, és én azt kezdtem el tanulni igazából akkor, amikor kapcsolatba kerültem a gyöngyfűzéssel. Igazából inkább népi ékszereket készítek. Tehát az eladhatóság, vagy a megrendelők, hogyha ha valamit szeretnének, azt persze elkészítem. És én is tervezek azért modernebb ékszereket is, karkötőket, férfiaknak kitűzőket, kulcstartókat, egyebeket, de igazából ez csak egy anyagi vonzat ebből a szempontból. És ma már... Nem is igazából erre törekszem, hogy nagyon sok mindent készítsek, hanem inkább megpróbáljam átadni azt, amit én az évek során tanultam, és így jött képbe a tábor, vagy hát az oktatás is tulajdonképpen, hogy először nem úgy oktattam, hogy táborokban, hanem kis szakköröket, nagyon sokáig, 8 évig vezettem egy szakkört itt Dombóváron, ahol gyöngyfűzést tanítottam mindenkinek. Első találkozása után közvetlenül, egy véletlen folytán kipróbálhatta magát egy táborban is, aminek már 10 éve. Ez egy véletlen szintén, mert én soha nem gondoltam, nálunk van olyan pedagógus a családban, elég sok. Én nem pedagógus végzettségű vagyok, de a férjem és a gyerekeim között ugye majdnem mindenki pedagógus, de nem gondoltam, hogy én valaha is fogok tanítani, hanem egy pályázaton nyert pénzből egy település szeretett volna kreatív tábort létrehozni. Festők voltak, és a másik pedig egy gyöngyfűző tábor lett volna, ahova fölkértek egy népi iparművészt, aki nem vállalt el. És mivel a faluba ismertek engem is, egy ismerősöm kapcsán, ezért aztán hozzám jöttek, hogy nincs nekik oktatójuk, ezért próbáljak meg én menni. És aztán így jött ez a dolog, hogy az volt az első, ez 10 évvel ezelőtt, pont 10 évvel ezelőtt volt, úgyhogy idén ünnepelünk egy kicsit, de akkor volt az első ilyen, tehát ez csak egy véletlen, hogy én akkor oda elmentem oktatni, de olyan jól sikerült, hogy ott minden résztvevő, aki ott volt a táborban, mindenki azt mondta, hogy na, ilyet csináljunk többször is. És aztán valahogy most azt veszem észre, hogy egyre inkább előtérbe kerül az, hogy az emberek szeretnének egy kicsit kijönni a mókuskerékből legalább nyáron, vagy valamikor egy-egy alkalomban, vagy egy hétre egész másnak élni, és ahogy ez az első évben csak egy tábor volt, most minden évben sokkal több, idén már 7 lesz, úgyhogy ez már igazából nekem túl sok, tehát én vagyok úgy most, hogy épp most ebben az évben, hogy 10 éve nekem igazából nem nagyon volt így pihenésre időm, és hogy a 10 év alatt nagyon-nagyon sok tábor tartottam most már, mert ez a 35. A jól sikerült tábort azóta évente több alkalommal is megrendezi.
Az idei évben összesen 7 alkalmuk nyílt az érdeklődőknek jelentkezni az egyhetes táborra, és megismerkedni a gyöngyfűzés alapjaival. Kaposszegcsőn az idei évben is megrendezték a hagyományos falunapot. Kezdésnek a látogatók részesei lehettek az első magyarországi nemzetközi cycle kart futamnak, majd a délután folyamán a megnyitót követően számos fellépő szórakoztatta a közönséget, köztük NDC Dance, Stúdió Fatta Cukorzenekar, Polgár Peti, Zoltán Erika. Az esti program sztárvendégeként a hangulatról DJ Szatmári gondoskodott. A tavalyi évhez hasonlóan Kaposszegcsőn idén is megrendezték a falunapot. A rendezvény számos programot kínált a helyieknek és a településre látogatóknak. A rendezvényt szájkőkárt futamokkal kezdték, mely verseny nagy népszerűségnek örvend a környéken, így az idei évben már külön férfi és külön női futamokat is indítottak. A futamoknak köszönhetően a rajongók hódolhattak szenvedélyüknek, a közönség pedig még inkább megismerhette ezt a motorsportot. Az én kocsim volt az első, amit Magyarországon készre elkészült, ő, a második a Szilárdé volt, úgyhogy hát gyakorlatilag ez az egész rendezvény, meg az a cyclekártos téma, ez úgymond az én gyermekemnek mondom. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény, hogy ilyen sokan vannak már, és az, hogy már németek is jöttek, tehát már nemzetközivé válhatott a versenyünk, és ez mindez 3 év alatt. Ugye első évben 3 kocsival álltunk starthoz, következő évben már 10, de csak 5 fejezték be, most meg már 24-25, már nem is tudom, már követni is lehet. És mondom, a lényeg az, hogy már külföldről is jönnek, érdeklődnek, tetszik nekik, boldogok, hogy itt lehetnek, mi meg boldogok, hogy ők is jönnek, és itt vannak. Ez Amerikából érkezett ez a motorsport is, mint úgy általában a motorsportok. Ennek a lényege az, hogy 1910-20-30-as évekbeli versenyautóknak egy kicsit kisinyített mása, egy szabványos motorral, és akkor a lényeg az még, hogy ugye felismerhetőnek kell lenni az autónak, úgy kell megcsinálni, hogy úgy ránézésre meg lehessen mondani, hogy ez milyen autóra hasonlít. Úgyhogy de hát, ha valaki egy kicsit ismeri ezeket az autókat, akkor úgy be tudja őket határolni. A női, azaz a lédik kategóriában 7 versenyző állt a rajthoz. A kiélezett versenyben Kovácsné Hógli Témának sikerült elhoznia az első helyet. Az első cycle kart versenyen én voltam az egyetlen női versenyző, még 3 éve. Azóta minden évben indulunk. Fiúk most már második autót építették. Mondjuk most pont nem azzal mentem, mert kiesett a kereke, mire sorra kerültem volna. De nagyon kis izgalmas verseny, érdemes jönni. Én nagyon szeretem az ilyen sportokat, offroadozunk is, úgyhogy nagyon ilyen fiús verzióban vagyok. Próbáltam trükközni, hogy mindig jelé, hogy ne férjen el, de lányok is ügyesek voltak nagyon. A cycle kart futamok mellett Légvára, Körhinta, Dodge Jam autókiállítások nyújtottak szórakozási lehetőséget, de számos fellépő is bemutatta produkcióit, köztük Zoltán Erika, Polgár Peti, NDC Dance Studio és a Vatta Cukorzenekar. Most már a 3. alkalommal rendeztük meg a cycle kart futamot. Ez 3 autóval indult 3 évvel ezelőtt, tavaly már 10 voltak, akkor már ment egy női versenyző is, vagy 2, és most pedig ebben az évben külön női futam is lett, és nemzetközi lett, hiszen az olaszok is úgy volt, hogy jönnek, de a németek ide értek és részt vettek a futamon, úgyhogy szerencsére jól sikerült ez, és biztonságban lezajlott. Most pedig kezdődik bent a sátorba a további rendezvénynek a folytatása. Ebbe lesz egy táncos műsor, gyerekeknek lesz a Vatta Cukorzenekar, Bolgár Peti egy kis mókát varázsol nekünk, illetve utána Zoltán Erikára bulizhatunk, utána pedig retro party lesz a tornateremben. Gyakorlatilag nem csak a településről jönnek, hanem a környékből is. Hát folyamatosan több száz ember van jelen, de több ezret mozgatunk meg egész nap folyamán. Illetve itt vannak német testvértelepülésünkről, Bitigheimből 60-an körülbelül, 15-en vannak Felvidékről, a másik testvértelepülésünkről, Felsőszéliből, illetve ugye a cycle kartosok vannak 128-an, a minisekkel együtt, akik részt vettek azon a versenyen, és ők is azért itt vannak, illetve hát ugye a falu lakossága meg a környék.
ezt támogatásokból, saját forrásból, többségében saját forrásból, illetve nagyon sok az, ami saját szervezés, tehát úgy saját szervezés, hogy vállalkozók segítenek összehozni ezt az egészet, tehát úgyhogy a szervezésben, a pakolásokban, itt a Cycle Carthoz is az elemekbe, a biztonsági kordonokba a környezők adják össze. Az estire rohangulatot a helyi sportcsarnokban a sztár vendég DJ Szatmári is biztosította. A rendezvény nagy sikernek örvend minden évben, nem volt ez máshogy az idei évben sem. Ahogy maga a Cycle Carth futam is bővült, úgy a falunap teljes programja is színesebb lett az idei évben. Dombóvár Szőlőhegyen július 22-én Anna napi búcsút szervezett a város önkormányzata a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesülettel karöltve. A délutáni családi nap folyamán számos programmal várták az odalátogatókat, majd a napot Vastag Csaba énekes élőkoncertjével zárták. Anna napi búcsú alkalmából kicsiknek és nagyoknak egyaránt tökéletes választás volt a július utolsó előtti szombatján megrendezett gyermek és családi program. Minden korosztály megtalálja a magának megfelelő elfoglaltságot a rendezvényen. Délután 17 órától arcfestés, légvár, körhinta, vattacukor és számos egyéb program várta a fiatalabb korosztályt. A rendezvényen az újonnan májusban alakult Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület is kivette részét a szervezésben Dombóvár város önkormányzata mellett. Hivatalosan az egyesületünk még csak néhány napja működik, de már az év elejétől fogva tevékenykedünk, próbáljuk összefogni a szőlőhegyi embereket. Több megmozdulásunk is volt. Az első az egy apró kis szemétszedés, így indult, ami az is nagyon jól sikerült, és sok embert meg tudtunk mozdítani, illetve családi napot szerveztünk ez idáig. A jövőben szeretnénk több rendezvényt szervezni, amivel igazából a közösséget szeretnénk egy kicsit összefogni. Nagyon sok szőlőhegyi ember nem is ismeri egymást, úgyhogy ezek egy nagyon jó alkalmak, hogy megismerkedjünk. Illetve szeretnénk egy kicsit kiállni Szőlőhegyért, képviselni a szőlőhegyi emberek gondjait, egy kicsit magunkra venni. Gondolok itt ilyen dolgokra, hogy vízelvezetés, járdakérdés, világítás. Nagyon jól együttműködünk az önkormányzattal, úgy látom, hogy nagyon pozitív a fogadtatása az egyesületnek, és sok segítséget kapunk, aminek nagyon örülünk. Ebben a rendezvényben is már együtt dolgoztunk, reméljük, hogy a jövőben majd ezt átveheti teljes egészében a Szőlőhegyi Egyesület, és akkor egy kicsit így a miénk lehet jobban ez a rendezvény. A mai napon kézműveskedéssel készültünk a fiataloknak, táncversennyel az idősebbeknek is, illetve hát ilyen kis sörívó verseny, sorversenyek, ilyen jellegű dolgokkal. A célunk az, hogy összefogjuk és megmozdítsuk a szőlőhegyi embereket. A színes programokat egy nagyszabású élő Vastag Csaba koncerttel zárták, aki közvetlenségével és énektudásával járult hozzá a rendezvény sikerességéhez. Hát az elmúlt sok-sok év a lemezeinkről, amikor még voltak még lemezek, és ezeknek az anyagait újítottuk fel egy kicsit, illetve az újabb dolgokat is bemutatjuk, és ezeket öntöttük egy egységes formába. Az időjárás egy érdekes téma egyébként, most jó kérdés, hogy hol és mikor lesz még egy koncert, nem tudom. Sok minden meghiúsul az időjárás miatt. Én már nem is biztos, hogy mernék szabadtéri koncertet tervezni amúgy a szervezők helyben, de hát szerencsére szerveztek, úgyhogy mi itt vagyunk. Let's go.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!